elő. 40 évvel ezelőtt, amikor a gimnáziumot elkezdtem, akkor sportot kellett választani, és mivel én is sportoló voltam, két lehetőség volt, az egyik a kosárlabda, a másik pedig a szertorna. Akkor már tudtam 40 évvel ezelőtt, hogy most, amikor megpályázok ezt a rendezvényt, akkor a Borkai úr lesz a elnöke a hónak, úgyhogy így inkább a kosárlabda helyett a tortát választottam. Nem jutottam természetesen olyan messze, mint a Borkai úr, de azért voltak eredményeim, és nagyon-nagyon jól éreztem magam ebben a sportban, és persze azóta is az egész család mindenféle sportot végez. Amit ugye az Erik említett is, a cégünk sokkal több szeretne lenni, mint a Rio és a Szocsi olimpiának az utaztatója. Ez egy generális megállapodás a MOB-bal, tehát mi gyakorlatilag egy komplex utazási szolgáltatást biztosítunk mindenre, amivel kapcsolatban a MOB-nak bármilyen igénye van, akár beutazás, kiutazás, belföldi, külföldi rendezvények, ezek a világjátékok, akár Kaliban, Utrechtben legyenek, és külön fölhívnám a figyelmet a utrechti világ európai ifjúsági olimpiára, hiszen ez a két évente megrendezendő rendezvény 4 évvel később, 2017-ben Magyarországon Győrben lesz. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy különösen fontos lehetőség lesz Magyarország számára, hogy megmutassuk a világnak, hogy a magyar sport és a magyar sport szeretők mennyire komolyan veszik már fiatalkorban is a sportot. Úgyhogy én gyakorlatilag csak ennyit szerettem volna mondani, és nagyon szépen köszönöm, hogy a bizalmat megkaptuk, és ahogy a társam és barátom Józsi mondta, ezzel a bizalommal biztos, hogy élni fogunk, és mindent megteszünk, hogy csak sikereink legyenek közösen. Köszönjük szépen!